Bonkis. Kocsárdi megy mellette és teszi középre. Raduszabó. Matus kirúgása. Balogh Csaba lefejelte Dragan Puskást. Rót. Jól tolja meg Földvári mellett, Rót gól helyzetben, Rót még mindig, ez a csel is jó, vezet az Ete a második félidő 9. percében. Egy óriási szóló, Rót mindenkit kicselezett, még Matust is. Ez a hazaiak vezető gólja. Dienes dob. És kapja vissza a labdát. Esztóttól. Dienes. Jól jön középre. Öngól. Dienes ívelte középre a labdát. És a menteni igyekvő hazai védő lábáról Túri fölött a kapuba hullott a labda. Egyenlítenek a vendégek a második félidő 18. percében. Matus. Dragan Puskás tovább csúsztatta. Balog. Csóka. És kapja vissza Kocsárditól. Waltner. Szép mozdulat. Kocsárdi roboghat. Raduszabó a 16-ason belül. Vissza Kocsárdinak. Matus, ez most óriási védés volt. Gyönyörű zalaegerszegi támadás. 28. perc a második félidőben. Balog. Rót. Kocsárdi mozgott keresztbe és mutatta magát. Matus! Nagyszerű védés. Raduszabó kis híján meglepte. Raduszabó melleltette tovább. Aztán újra az övé. Fönnakadt Esztódban. Szabó. 3-3 ellen. Szabó. Alig mellé. Kocsárdi. Nagy bedobás. Matus nagyot védett. De mekkorát. Én nem vagyok csalódott, mert az öltözőbe is, és a sajtónak is elmondtam, hogy a csapata 70-80%-os állapotban van. Aki ezzel a szakmával foglalkozik, az tudja, hogy 5 hét alatt képességet fejleszteni nem lehet, és itt azért én úgy ítéltem meg, hogy a fizikai képességekkel gond van. Mikor lesz a 70-80%-ból 100%? Hát, hogyha nézzük a szakmai részét, egy állóképességi fejlesztés az a 8-10 hét, mi még csak 5 hete csináljuk, de azért csinálni is kell, bármi, hisz kezdődött a bajnokság. Nagyon bízom benne, hogy most lemennek a Magyar Kupa mérkőzések, és utána ismét kemény edzésekkel fogunk felkészülni a bajnoki mérkőzésekre. Együtt kell ezzel élniük, hogy ez egy hosszabb folyamat, keményen fogunk dolgozni, és hogyha ebben a munkában ők bíznak, akkor biztos vagyok benne, hogy ezek a mérkőzések simán fognak jönni. Mi történt a vendégek egyenlítő góljánál? Hát ha jól emlékszem, mi bal oldalunkról volt egy bedobás, hát ott hibáztunk, hogy eleve be tudták adni a labdát, majd a center halfunk is fölugrott, elment a feje fölött, ott elbámészkodtunk, és én már nem tudtam menteni, a sipcsontomra pattant a labda, és hát ilyen szerencsétlenül esett a gól, ilyen a futball. Nagyon csalódott vagy, hogy elmaradt a győzelem? Hát igen, mindenképpen győzelemre számítottam, én úgy érzem, hogy a meccs nagy részében mi játszottunk jobban, több helyzetünk is volt, mint az ellenfelünknek, de sajnos a végére talán el is fáradtunk egy kicsit, és így meg kellett elégednünk az egy ponton.